Történelmi csúcson a szabadúszók száma Romániában 400 ezer személy a saját maga főnöke. Híradónk betekinthetett két szabadúszó tevékenységébe, a fiatal emberek azt mondják, mindenképp megéri. A szabadúszó életformáról számos, csak nem utopisztikus elképzelés terjedt már el. Nincs főnök, az otthon kényelméből dolgozhatnak, és a munkaidejük is teljesen rugalmas. Kusztus Dávid egy zenei lemez utovágásán dolgozik, a megbizatást egy ismert együttestől kapta és bátran vállalta a kihívást. Mint mondja, saját zsebére dolgozik, és csak olyan ajánlatot fogad el, amit akar, és az idejébe is belefér. Videóvágással, hanganyagfeldolgozással, feldolgozással, utomunkával stúdiózással, ilyenekkel foglalkozom és ö, többnyire azért jutottam oda, hogy szabadúszó legyek, mert ö, zenével is foglalkozom, és más azt nem nagyon lehetne összeegyeztetni egy fix munkaprogrammal. Ez a legnagyobb előnye számomra, hogy én szabom meg, hogy mikor dolgozom. A szabadúszók között egyébként sok a tolmács, a tanácsadó, a grafikus, a fotós, az újságíró és az informatikus. Legtöbben egyéni vállalkozásba kezdenek, hogy számlázni tudjanak. Az internet pedig széleset tárta a lehetőségek kapuját. Dorin Negri az IT szakma egyik szabadúszója, azt mondja, külföldi és hazai projekteknek is eleget tesz, az órabér pedig 15-től akár 100 dollár nagyságrendű is lehet. A szabadúszás hátránya viszont az, hogy a keresett mértékét nem lehet előre kiszámítani, és előfordulhatnak pénzügyileg gyengébb hónapok is. Lehetőségem adódik a szabadságra, azaz úgy oszthatom be az időmet, ahogy akarom, és nagyon is jól lehet keresni ezen a téren. Határok nincsenek, a határa magasságos ég. Vannak jó és rosszabb hónapok is, de így is jobb, mint egy cégnél, ahol fix a fizetés, illetve a juttatások is. Úgy, hogy akinek van ambíciója, annak megéri. Romániában egyébként 400 ezer szabadúszót tartanak számon, ezek több mint fele 30 és 49 év közötti.